Mint minden éven, idén is hagyományőrző jelleggel rendeztek adventi gyertyagyújtást december 1-én a Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnáziumban. A diákok az iskola aulájában gyülekezve vártak arra, hogy a szeretet ünnepét jelző koszorún fellobbanjon az első gyertya. Az ünnepkör elnevezése a latin adventus szóból ered, amely megérkezést, eljövetelt jelent. Jézus születésének és eljövetelének várakozására utal. Az időszak lényege, hogy lelkileg ráhangolódjunk Jézus Krisztus születésének megünneplésére. Az egybegyűltekhez Kocsis Sándor plébános szólt elsőként, aki a szeretetre, a hitre és a remény időszakára hívta fel a jelenlévők figyelmét. Az atya szerint a mindennapokban, de az adventi időszakban is különösen fontos, hogy megértéssel és elfogadással forduljon mindenki a másik felé. Az ünnepi beszédet követően advent első gyertyáját közösen gyújtotta meg a plébános a jelenlévőkkel. A diákok verses zenés műsorral készültek azért, hogy közelebb hozzák a társaikhoz a karácsonyi hangulatot. Vagy rossz álom, ha felriaszt és oda bújsz hozzá, olyan jó, 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 de nem. Hány perc az nem. Ó, mondd, 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 hogy eddig tart. Az adoráció Kocsis Sándor plébános és az oktatási intézmény diákjainak közös imádságával ért véget, amely a hit megerősítését jelenti az emberek életében.